Nem titok, hogy vissza szoktam nézni a videókat, amit elkészítek, és ez az elvárásra és elfogadásra kapcsolatosan még annyi gondolatom támadt, és vele éppen ráérek, gondoltam, megosztom veletek. Például, ugye meg kell nézni a másik oldalt is, hogy tőled mit várnak el, és te hány embernek okozol csalódást. Nyilvánvalóan a legszerencsésebb, ha minél kevésbé vagy kitéve más emberek elvárásainak. De hát ugye te a társadalomban élsz, tehát te ki vagy téve a környezeted elvárásainak, és már is előjön ez a mit szólnak hozzá mások. Hogy vagy öltözve, meg vagy borotválkozva, büdös a hónajcicád, stb. Stb. Megint azt mondom, hogy nem kell így élni, ahogy én élek, de érdemes. Mert nem kell megfelelnem senkinek. Hát a kutya sétáltatóknak. Nem vagyok útba az iskolától, elég messze vagyok, stb. Stb. Aminek meg kell felelned, ha például fogságba tartasz állatokat, és onnantól kezdve felelősséggel tartozol értük, és egy nyuszika elvárja, hogy megetesd, meg a kutyád elvárja, hogy megetesd, joggal, mert te tartod fogva. Hát mondjuk a kutyát nem, de a nyuszit az konkrétan igen. Tehát kutya kötelességed ezt megtenni. Hát ezt teheted örömmel is, tehát hogy boldoggá tesz a nyuszid, vagy a kutyád, és akkor már is nem teher az, hogy megszerez nekik az élelmiszert, vagy amire szükségük van. Majd délután megyek, mert találtam egy helyet, ahol van fű. Mármint nem szívnivaló fű, hanem ilyen mezei fű. Megyek tépkedni egy zsákkal, hozok a nyuszikáimnak füvet. De örülök neki, hogy találtam füvet a nyuszikáimnak. Szóval az egy kötelesség, amit megélhetsz jól, meg hát megélhetsz, már megint ezek a rohadt dögök már megint éhesek. Mi a fasznak tartod? Ne tartsad, engedd el. Vagy adod a valakinek, aki megérdemli. Nem olyannak, aki levágja, vagy mit? Hát, az meg azt sem szemre akarsz, ad olyannak, aki levágja. Én nem adom olyannak, aki levágja, mert azért már elvitték volna úgy a nyuszikat. Szóval, mit várnak el tőled az emberek? Egy társadalmi normát. Dolgozz-e, vásároljál, takarodjál haza. Költsd a pénzed mindenhol. Ha van, ha nincs, akkor megint akarodjál haza. Meg nem mozdulj ki otthonról. Mert nem kíváncsi rád senki, csak amíg a pénzedet költöd. Egy tüntetésen elvárják, hogy ott legyél, mert tömeg kell, hogy kifejezzék az ő céljaikat és akarataikat a tömeg által. De ott csak annyira vagy szükséges, hogy megjelenjél, és jó, megveresd magad a rendőrökkel. Te legyél az áldozat. Ne akarjál senkinek megfelelni, és akkor nem okozol senkinek csalódást. Miért fontos ez? Mert azt kapsz, amit adsz. Ha benne állandóan csalódnak, te is csalódni fogsz mindenkiben. Ha kiteszed magad elvárásoknak, és elvárásokkal élsz másokkal szembe, folyamatosan csalódást okoztok egymásnak. És az egy jó élet. Hát lehet, hogy jó, csak tele van csalódással. Akkor már azért annyira nem lehet jó. Én például nem várom el a kutyámtól, hogy ez vagy az, például, hogy fogjon nyulat, vagy nem is tudom, őrizze a házat, vagy akármi. Mert ha véletlenül nem úgy történne a dolog, tehát mondjuk jönne valaki, és akkor Lara nem ugat, vagy ugye nem fogná meg nekem itt a mezei nyuszikat, hogy legyen mit ennem, akkor csalódnék a saját kutyámban, és ha már csalódsz valakiben vagy valamiben, már másképp tekintesz rá. Mint amikor átbasz valaki, hogy megígér valamit, hogy jön neked segíteni a zongorát leszipelni a nyolcadikról, azt nem ír oda. Nyilván, mert vagy elfejtette, vagy mert kurvá nem is akard, megígérte, mert elvártad tőle, hogy megígérje, hogy megy segíteni, mert ugye elvárás. Ha megkérdezi tőled egy barátod, ráérsz szombaton délután 8-kor, mert izé van, zongorát kell levinni a 20-ról. Hát mit mondjon a szerencsétlen? Persze, de nem fog ráérni. És
Te csalódsz lesz, csalódott leszel, mert nem mentek neked segíteni zongorát pakolni. Hát hülye vagy. Miért vártad el? Ne vállalj be olyan dolgot, amire egyedül nem vagy képes. Elvárod a párodtól, hogy meleg vacsorával várjon? De neki is megjön a menzesze, vagy mit tudom én, vagy elvágja a kezét késsel, mikor neked vacsorát főz, és akkor bemegyön a sürgősségére, hogy ellássák, és nem lesz meleg vacsora. Lesz egy nagy csalódottság érzésed, hogy bász meg, nincs vacsora. Vagy nincs ez, vagy nincs az. És akkor vágyakozol mindenre. Na most nézzük például engem. Itt vagyok én most. Hogyan tehetném kényelmesebbé vagy jobbá az életemet? Ha például lenne hűtőszekrényem, ugye nem kéne esetleg minden nap mennem kutyát sétáltatni, kutyát szaratni, napfelkeltét nézni, kukázni, mert bepakolnék a hűtőbe, tehát el tudok hozni egyszerre annyit, mert néha van annyi, hogy el tudnék hozni annyi húst, meg minden szart, hogy ne kelljen másnap menni, vagy harmadnap, és akkor tudnék tovább aludni, vagy nem is tudom, mit tudnék helyette csinálni, biztos tudnék valamit csinálni, de elvileg kényelmesebb lenne az életem, mert bepakolok a hűtőbe. Mi kell az, hogy hűtőm legyen? Hát ide kell cipelni kapásból, meg kell találni, oké, meg lehetne venni, oké. Tehát ez mind jó, tétezzük föl, hopp, megvan a hűtő. Itt van. Mi az apám? Szába dugjam be. Hát szerezünk napelemet. Ó, jó. Szerezünk egy akkumulátort, amit töltök a napelemről, és szerezzünk egy invertert, amivel ugye tudom működtetni a hűtőt. Hát megfelelő teljesítményeket kéne produkálni a napelemnek is, nyilván meg az akkumulátornak is. De ez mind megvan. Hogy állunk eddig az Úr színe előtt? Vágyakoztam valamire, amit ugye most már 18 hónap alatt bizonyítottam magamnak, hogy semmi szükségem nincs rá, hűtőszekrényre. Megmondta a dumámat, ilyenkor mindig, és akkor bemegy az ágyam elé, és akkor lefekszik oda. Megnézem. És olyanokat sóhajtozik. Mi van, majom, megmondtad a dumámat? De most legalább be lehet lépni mellette, mert nem mindig lehet belépni mellette. Szóval, vágyakoztam valamire, megkaptam, örültem, mert nyilván meglett a hűtő, meglett a napelem, meglett az akkumulátorom. Onnantól kezdve állandóan a frász kitör, hogy mikor jön ide valaki, és lopja le a napelemet a szikláról, vagy viszi el az akkumulátoromat. Ez az én hűtőszekrényem. Látjátok? Van benne. Két doboz marhahús, mert lorának van. De még itt vannak ilyen húsok, tehát annyi pont elég. Ez két napig nem rohad meg. Ha esetleg holnap nem találnék, de valószínűleg holnap is találok, ha nem találok, akkor. Ja, meg sütöttem magamnak csirke mellett. Ja, és már nem használok tányért, hanem például a kifogyott tojásos doboz, tehát már az üres tojás. Rápakolok, le tud csöpögni az olaj, utána megkajálok, és fogom is ki a picsába a dobozt, és akkor nem kell mosogatni. Egy csomó fölösleges dologról leszoktam például. Tehát az edényeket már csak belülről mosom, tehát belül tiszta. De itt is poros lesz. Hát most elmosom, egy óra vagy egy hét múlva, vagy amikor használom, megint poros lesz, de a kajám az nem benne. Az, akkor minek? Ja, itt a ízés. Látjátok? Ide teszem fel. És már van ilyen izény is, látjátok? Ja, ide folyik a víz. Érted? Ezt most csináltam, erről is csináltam egy videót. Nem érdekes. Miket várok? Na szóval, megvan a hűtő. Megvan a napelem. Minden megvan. És el se viszik. Onnantól kezdve generálok magamnak egy olyan dolgot, mint például a fenntarthatóság. Hogy a hűtő mindig működjön. Egyfajta aggódással tölt el, amikor mondjuk borús az idő, és nem termel annyi áramot a napelem, ami működtesse a hűtőt. És még generálhatnék egy csomó problémát magamnak, például, hogy akkor már ugye a mikrohullámú sütők is működnének, mert amúgy működnek, csak be kéne dugni. Említettem hova. De igazából nekem nem kell a mikro, csak arra, hogy ne lepjék a legyek a kajámat, meg... Na, ez a csipogás.
ne lepjék a legyek a kajámat, meg mit tudom, például ilyenkor, amikor leszoktam sütni kaját, akkor beteszem a mikróba, nem azért megmelegítsem, hanem hogy ne lepjék a legyek, meg mit tudom én, meg a cica tegnap ellopta, volt egy finom kolbászom, amiből csináltam kolbászos tojást, mert nagyon sok tojásom volt, és állandóan ilyen tojásételeket gyártok napi szinten. Most reggelire kolbászos tojást tettem, estére meg gombás tojást. Na mindegy. És ellopta a büdös cicája a kolbászt. Hát a csirkevel az most még tűzforró, úgyhogy azt most még nem fogja ellopni. Lara nem jó hozzá. Tehát ezért, ja, mert ettem reggelire meg ilyen nem tudom milyen tésztát ettem, ilyen húsos tészta. Itt van, nem jó hozzá. Mondjuk nyilvánvalóan biztosítom neki a megfelelő mennyiségű táplálékot, tehát nem éhezik a kutyám, úgyhogy nem kezd el lopkodni. Volt, régen lopkodott. De leszoktattam róla. Amúgy. Megvártam, hogy a kukához megy, és lelocsoltam ilyen sprisznivel. Azóta úgy kerülik ki a kukát, hogy nagy íbe. Nem bántottam, soha nem bántottam a kutyámat. Kétszer kiabáltam vele, volt ilyen is. Hát azért csak egy harci kutya, tehát valamikor már nem megy át a tartalom, érted, akkor azért nyomatékosabban kell. De nem, soha nem ütöttem meg ilyen hülyeségek. És mint mondtam, nem várom el, hogy ne repkedjenek itt repülők, mert azért költöztem ide közel, mert a reptérből akartam megélni. És ha nem tetszik, majd arrébb költözöm. Nem valószínű, hogy a reptér lesz elköltöztetve azért, mert engem esetleg zavar. Fenntarthatóság. Összeszedsz egy csomó tárgyat a lakásodba. Kezdjük előről. Ide költözöl Tenerifére. Először, ugye mire van szükséged? Hát valami apartmanra, ahol meghúzod magad, amíg munkahelyet teremtesz, körülnézel lakásügyben, és elkezded kiépíteni, kialakítani az életedet. Megvan a munkahely, hát nyilvánvalóan veszel egy csomó ruhát, meg egy csomó mindent, hogy meg tudjál jelenni a munkahelyeden. Veszel tisztálkodási szereket, és különböző dolgokat, amik elengedhetetlenül szükségesek ahhoz. Egyetlen egy darab szappan egyébként elég lenne. Ez a régi, hagyományos szappan. Én egyébként azt használom, mert az tök jól működik. Itt van. Hát, amikor olyanom van, hogy nincs kedvem lenni az óceánhoz, és akkor lábat kell mosni, mert azért nem fogok büdös lábbal befeküdni a saját profi ágyomba. Na, és akkor van ilyen lábmosó lavulom, és szappan. Csak szappan. Amúgy meg az óceán víz, az teljesen jó tisztít, tehát az óceánban nem tudsz ilyen mindenféle dolgokat használni, ami azt hinnéd, hogy habzik, az a sós víz, de nem habzik semmi. Tehát... Tök jó. És ha esetleg olyan szennyeződés van rajta, mint például a festék, akkor az óceán alján található homokkal, az már nincs is rajtad, se zsír, se semmi nincs rajtad. Tök jó. Szóval fenntarthatóság. Meg ide költöztél. Meg már van munkád, már van ruhád, cipőd, de hát nem egy cipőd van, nyilván meg kell a sportoláshoz, de a sportoláson belül sem mindegy, hogy most milyen sportoláshoz, mert egy kerékpározáshoz már megint más cipő kell. Meg hát a sakkozni mész sport tevékenység gyanánt, akkor oda meg olyan magcipő kell, vagy lakos valami bőrcipő. De már van 5 pár cipőd, van egy halom, kurva sok ruhád. Amik közül talán 1 vagy 2 lesz, amit nagyon szeretsz felvenni, és kényelmesen otthon el vagy benne. De mit szólnak hozzád mások? Ha beindultak, már most 2 percenként fognak járni a repülők. Mit szólnak hozzád mások, ha te abba a pongyolába mész le bevásárolni? Hát nem tudom, én rajtam azért szoktátok látni a videókat, tehát a videó kedvéért nem szoktam átöltözni, senki kedvéért, meg semmi kedvéért nem szoktam semmit csinálni. Lényeg az, hogy ugyanígy le tudok menni az óceánba fürdeni, eleve ruhába fürdök, és akkor ki van mosva, de ugyanúgy elmegyek így a boltba, elmegyek ugyanígy kukázni. Amikor fehér pólóm van, akkor fehér pólóban megyek kukázni. Az első kukáig fehér. És kész. A másodiknál már nem lesz igazából csak még sötétebb, árnyalatú. Az jó. Szóval van egy csomó ruhád, van egy csomó cipőd, van egy csomó tisztasági szered, és elkezded gyűjtögetni. Ja, megvan a lakásod. Már saját lakásod van, vagy saját albérleted. Veszel tévét, azért, hogy halász szétbaszd vele az idegedet, a lelkedet, mindenedet,
mondván, hogy kell a kikapcsolódás, szórakozás, mert a nagy, tehát a nehéz nap után ugye jó lesik egy kis tévénézés. Hogy jó, fölbazd meg vele magad. Csináljad. Veszel hangfalakat. De nem kis hangfalakat veszel, te kurva nagy hangfalakat veszel, mert vagy nagyon le volt értékelve, vagy mert neked te nagyon hangosan szeretnéd hallgatni a zenét. Miközben utálod, amikor a szomszédod hangosan hallgatja azt a rohadt zenét. Ezért mit csinálsz? Te is veszel ugyanolyan hangtechnikát, hogy neked is legyen lehetőséged bosszantani a másikat. Mert azt kapsz, amit adsz. És akkor veszel még egy csomó mindent. Bízd meg baszd. A tárgyaid, amik körülvesznek a lakásodba, ahová már lassan nem férsz be a tárgyaidtól. Ezt most nem nektek szól, Attila. Mert nátok már jártam virtuálisan, de úgy általánosságban mondom. Magamból kiindulva, visszagondolva a saját eddig életeimre. Nem fértem be, hát rendes, már ilyen ösvények voltak be a lakásba. Be tudják menni, mert ó, hát ez is kell, ó, hát ez meg még jobban kell. Enélkül meg én nem tudnék egy percig se tovább. Hozzá nem nyúlsz. De meddig? Aztán gyűlik a sok hasznos dolog, amiből semmit nem használsz. A ruháidnak legalább a felét soha bűnös életbe fel nem veszed. Aztán kirágja a moly, vagy tönkre megy, vagy elérik az anyag. De mindezért te dolgoztál. Sokat dolgoztál. Büszke vagy magadra, hogy mennyit dolgoztál? Mennyi mindent elértél? Mert mit értél el? Hát tele van a gardrobom. 88 ruhával. Tényleg. És hány cipőd van? 20 pár? Ne bazd meg! De király vagy! Tényleg! Ha-ha. És mit van még? Ó, autód! Gyűrű, nyakláncod? Wow! És akkor megkérdezem, akkor te boldog ember vagy? Hát mindened megvan. Hát ekkora kibaszott nagy ruhásszekrényt még életemben nem láttam, mint a tiéd. Ilyen kényelmes autóban még soha nem ültem, mint a tiéd. A lakásod, a házad, palota. Könnyen megközelíthető, nincsenek zajos szomszédok. Szupi! Hát akkor mindened megvan, amit akartál, nem? Hát te akartál ott élni, te költöztél oda. Te vetted azt az autót, te vetted azt a ruhásszekrényt tele ruhával. Hát akkor boldog ember vagy. Ez nem is kérdés. Mindened megvan, amire vágytál. Heteken, hónapokon keresztül, netán éveken át. Ja nem? Nem vagy boldog? Bakker, hát akkor most mi van? El kéne gondolkodni. Min is? Nem véletlenül írom, meg mondom, állandóan súlykolom belétek azt, hogy kérdezzetek. Én egész nap más sem csinálok, amikor nem videókat csinálok, akkor is beszélgetek magammal. Egyrészt ki az apám faszával beszélgessek, Larán kívül, de Lara mindig csak ennyit szokott válaszolni. Magyarul meggyőz arról, hogy minden válaszom, minden kérdésemre bennem van. Nevetgélek a legyeken. Mindig beszélgetek magammal, és mindig megkérdezek magamtól mindent. Valami történik velem, valami rossz, és hát ez miért volt? Miért történt velem ez a rossz? Hát mindig rájövök, hogy nyilvánvalóan korábban én voltam hülye. Hossza esek itt valamin. Hát miért nem pakoltam el? Hát azért, mert pont leszalom, hogy hol van, érted? Azt, ha hasra kell benne esni, akkor majd hasra esek, és jókat derülök. Tehát én mondjuk ezt így fogom már fel. De vannak dolgok, amiket viszont megcsinálok, és akkor nincsenek negatív következményei. Hát, annyi, de annyi mindent szeretnék nektek így összefoglalni ilyen 30 perces videókba, de annyira el tud kalandozni a saját gondolatom. Na mindegy, lényegtelen, közben megszólalt megint az iskola rádió, aminek megint örülök amúgy, mert mit tudom én, mert örülök, az kész. A lényeg az, hogy mindig magamtól kérdezek, és magamnak válaszolgatok. Mindig rávezetem magamat a válaszaimra, rávezető kérdésekkel. Például, amit most éltem nektek, ezek a csalódottságok, az elvállások a kukával kapcsolatban.
Na, most eszembe jutott, hogy el is kezdtem, hogy milyen kapcsolatban vagyok a kukásokkal. Általában itt a Tenerifén, meg hát ahol vannak hippik, vagy hajléktalanok, vagy csövesek, vagy bármi, tehát ahol előfordul az, hogy kukáznak, ott evidens, hogy előfordul, főleg ilyen szeles helyen, mint ahol én élek, hogy a nincstelenek, vagy csak szórakozásból, hobbiból kukázók szana széjjel túlják a szemetet. És ezt szétviszi a szél. Meg mindent széjjel hánynak, meg hát na, ez probléma. És részemről én magam amúgy mondanám, hogy elítélem, én már nem ítélek el semmit, nem érdekel. De én nem így csinálom. És ennyi idő alatt valahogy nyilván szájról szárja terjedhetett a hírem, vagy ilyesmi, én állandóan szelektíve szétválgatom a szemetet. Miért? Egyrészt már nem esik nehezemre, tehát ha ugye kinyitom azt a rohadt szemetes edényt, és van a tetején egy rohadt kartondoboz, ott van 10 centire mellette a papírkarton gyűjtő edény, akkor fogom, hát én rálépek, mert igazából úgy nem fér bele, de ha rálépsz, akkor így összevagy a papír, és beleteszed. Vannak ilyen nagy sárga konténerek, oda kell gyűjteni a műanyagot. Mondom sem kell, hogy ezekkel a 8 literes flakonokkal, amit most már bemutattam, nem tudom hányszor. Hát ugye minden család vásárolja, mert ugye megdumálták őket, hogy a csapvíz nem iható, azért pénzé vegye 1 euróért a 8 liter vizet, meg is veszik, meg így dobják a palackot. A kommunális kukába, ami mit tudom én, 10 ilyen palasztól, azért nagyobb házban azért jó pár ilyen palasztól, tele van a kuka vele. Na hát én ezeket kiszedegetem. Leveszem a kupakot, mert ugye nem tudja összenyomni a gép se rendesen, hogy ha rajta van a kupak, legalább a kupakot ne tenné rá a parasztja, de tegye bánja a faszom, én majd leszedem, ráérek, semmi más dolga nincsen. Na és szépen szétválogatom a szemetet, egyrészt azért, mert így hozzáférek ahhoz, amihez szeretnék, másrészt valami jót tettem, amit én magamban úgy érzem, hogy jót tettem, tehát szelektíve válogattam ezt a rohadt szemetet, és így oda kerül, ahova való, nem minden az égetőbe, hanem a műanyag az újrafelhasználásba, a papír az újrafelhasználásba. Hát a fémeket, azokat el szoktam mozni, a kábeleket. Nyilván. Meg ami hasznos. Amit éppen akkor úgy érzem, hogy hasznos. Szükségem már semmire nincsen, tehát nincs szükségem vasalóra vagy porszívóra, de le tudom adni 10 centé per kiló. Nem egy nagy vasszizdasz, de azért, ha így szépen lassan összegyűjtögeted, azért mit te összegyűjt néhány euró. És nekem az pont elég. Tehát, ja, meg megyek az utcán, én összedegetem a szemetet, nem azt, amit más eldobál, itt annyira nem dobálják el, van egy-két paraszt nyilván, de inkább elviszi a szél, mert ugye kinyitja valaki a szemetesen, és fú, így viszi ki belőle a szél a cuccot. Na, én ezt összedegetem. Olyan szinten megismertek már a itteni kukások, tehát megy reggel a kukásautó, és messziről, ahogy így lógnak az autón, így hola amigo, meg mit tudom én, érted, mosolyognak. És akkor van egy bolt, ahol na, azok őrzik a szemetet, azok utálják a kukát, az mindig rád akarja hívni a rendőrséget. Én nem is értem, most fölhívja a rendőrt, és mondja neki, hogy itt van egy ember, és belemászott a szemetesbe, akkor kijön majd a rendőrség grandiából. Hát lehet, hogy ki, hát biztos ki, ha már kihívták, de most akkor mit mond nekem? Hogy hombre, hát ne csináld már, ne nyúlj a szemétbe, mert nem, mert gusztustalan vagy. Na mindegy, oké, hagyj hívja. És múltkor mondom pont a kukásoknak, hogy hát ezek mekkora, ezek trabahók, ezek a dolgozók, ezek mekkora büdös parasztok, így magyarul. Már mondom, hogy stupid crazy kacsok people, így mondtam szó szerint. És akkor legyint egyet, de nádál, nem tesz semmit. Legközelebb jött a kukásautó, hát a dolgozó az úgy fogta a kukás edényt, mintha az élete függne rajta, megvárta a kukáskocsit és oda tolta. És büszke volt magára, hogy nem nyúlhatott bele senki, mert ő vigyázott rá. Kukácsával, hogy kinyitotta a kukát, az volt benne egy ilyen zsák alma. És ugye, hát most már én ugye beszélgettem már azóta a kukásokkal, mióta ilyen happy, jóba vagyunk, tudják, hogy nyusziaim vannak minden, és volt egy zsák alma. Fogta is így kitette a kuka mellé, kukát kiöntötték, ugye kocsiba, és odalökte így a boltosnak a szemetes edényt, vigyett el azt, és akkor integetett nekem, én akkor mindig arrébb állok. Tehát még a izét is elkerülöm a találkozást az ilyen negatív emberekkel, hát most minek, rám se nézzen egy ilyen ember, ne is lásson, ne tudja, hogy ott vagyok, az jó van. És intette az izé a kukásával, hogy gyere, itt van az alma. Hát ezek annyira jó élmények.
Tehát még egy ilyen szar kukás életben is, ugye, mert azért, hát ez nem egy életcél. De még ebben is annyi örömet lehet találni. Hülyebb fel az boltos, és akkor, tehát, hogy a pártodra állítasz embereket. Itt sétálgat valaki, mondjuk kutyát sétáltat, vagy csak erre jár, de úgy, hogy itt lakik, és láttam már őket kirándulni, és akkor ugye, ha megállok itt a fejem fölött Lara ugat, akkor én felszoktam menni, és lehívom őket rendszeresen. Megmutatom nekik az otthonomat. És látom rajtuk a megdöbbenést, hogy bah, hát csak növények, állatok. Most jó, most pitta, amikor hozok valamit, akkor ide van cseszve azt, akkor majd elrakom, amikor akarom, de amúgy összességében rendezett, ugye konyha, szálláshely, tehát az ágy, meg van vetve, tiszta ágynemű, stb. És utána óhatatlan, ugye legközelebb is találkozunk ezekkel az emberekkel, és érdekes, mikor lejönnek hozzám, hát most már elég sokan voltak majd. Hát van, hogy hoznak valamit. Nem kérek senkitől semmit, Isten látja a lelkem, de múltkor le volt téve a bejáratomhoz, hogy 5 kiló fagyasztott marhahús. Még jégbe volt fagyva. Nem tudom, ki hozta egyébként, nem is érdekel. Nyilván Larának hozták, vagy akárki, nem tudom. Ilyen hűtőtáskába. Nem dobozban, ilyen, tudjátok, ilyen lidlös hűtő szacsor. Néztem, Lara fölmentik, még nem jött vissza, hát ennyi ideig nem pisi. Ott elmentem, ott szaglászta, nem nyúlt hozzá, de azért intenzíven felmérte, hogy mi az lehet benne. Arra úsi volt egyébként, aztán persze az övé lett, nyilván hát ez az mély lett volna. Lényeg az, hogy tanulj meg jól megélni a dolgaidat, tanulj meg úgy elvárni, hogy az teljesíthető legyen, és próbálj meg arra törekedni, hogy te is azt egyrészt ne kelljen senkinek nyújtanod semmit, és ne legyenek veled szembe elvárások, de ha már vannak, azoknak te képes legyél megfelelni. Tehát csak annyi elvárást tanúsítsanak veled szembe, amennyire te hajlandó vagy, és amennyit szeretnél adni. Ha például te, neked mániád az, hogy üvölteted a zenét, akkor teremtsd meg azt a lehetőséget, hogy ne legyen olyan közelben másik lakás vagy lakó, akinek ezzel az agyára mehetsz, mert ez egy negatív energia. Ez egy figyelmetlenség, tiszteletlenség, miközben utána te elvállod, hogy neked ne menjenek az agyadra mások más dologgal. Általában azt, nem általában, mindig azt kapsz, amit adsz. És megint nem kell sarkítani az általam elmondottakat egy adott szituációra, hogy te mindig süteményt átviszed a szomszédnak, de amaz a panasz meg mindig fúr. Próbálj meg globálisan gondolkodni egy kicsit, ilyen értelemben globálisan, tehát, hogy ne ragadják ki egy-egy mondatot, egy-egy gondolatot egy adott témából, hanem értsd meg és lásd át az egész mondandómat. Tehát összességében, ha te pozitívan állsz az emberekhez, mindenkihez amennyire lehet. Nehéz néha embereket szeretni, nehéz néha emberekkel pozitívan viselkedni, nem kezdek el példákat felsorolni. Hát de azért egy példát mondok, ez a hülye rendőr, ez a 150 centis, amelyik állandóan Larát akarja elkobozni. És a biciklimet már elkobozta egy barátomtól, mert ugye nem nálam volt a biciklim, és az a paraszt tudta, hogy az én biciklim, és annak a csávónak kérdezte, van róla papír, de nincs, akkor elveszi. Azóta is ott van a rendőr, a Ferihegyi reptéri rendőrségen ott van egy mountain bike kerékpár. Mindegy. Fel érdekel. Szalak rá. És meglátom azt a rendőrt, ha megyek vele a repsír, az mindig ott van. Hát én már messziről mosolyogva üdvözlök. Hello, Adolf! Adolfnak hívom. Hát mert ugyanolyan kicsi, mint Adolf, meg körülbelül ugyanolyan komplexusokkal küzdhet, gondolom, mint Adolf. Hát amúgy Adolf is, aki Hitler. Hány embert mozgatott meg? Hány emberre kényszerítette rá az akaratát? Hány embert győzött meg a saját igazáról? Nem volt egy hülye gyerek, amúgy. Akkor nézem, most ez a Facebookon is ilyen videóbejátszások vannak,
hogy a jelenlegi kormány és annak a slepje hogyan reagált bizonyos kérdésekre. És akkor Mészáros Lőrinc kérdezik, hogy hát durvában gyarapodott a vagyona, mint Zuckerbergnek. És annyit mondott ez a Mészáros Lőrinc, hogy lehet, hogy okosabb vagyok, mint a Zuckerberg. Gól. Öcsém, gól. Igen, annyival okosabb, mint a Zuckerberg. Ő arra tette fel az életét, nyilvánvalóan az én értékrendem szerint hibásan, hogy minél több pénzt szedjen össze. Ő egy beteg ember, mert a csiliárdjai, és tényleg csiliárdjai, mert már nem milliárdjai vannak, mert már nem tudja, hogy mennyi pénze van. Tehát nem tudom, hányszor kellene újra születnie, ha lehetősége lenne, hogy azt a pénzt mind el tudja költeni. Már az unokájának is megvan mindene. Vagy meg lehet. Bizonyára egy boldog, elégedett ember, aki tételezzük föl, jövő héten meghal. Ne halljon meg, éljen, ameddig szeretne. Én nem vágynék az ő életére, az ő gondjaira, az ő problémáira. Például én ugye nagyon hiszek a karmába, én nagyon hiszek abba, hogy minden cselekedetünknek vannak hatásai és visszahatásai, következményei és folyamányai. Ő teszi a dolgát legjobb tudása és belátása szerint. Ezért tanult, ezért épített kapcsolatokat, haverkodott össze mondjuk egy Viktorral vagy bárkivel. Tehát azt, amire ő föltette az életét, abban ő nagyon jó. És igazából miről szól az embereknek a kritikája? Az irigységről. Mert hogy ő csiliárdos-milliárdos, de általában akik ezeket a kritikákat megfogalmazzák, úgy vágynak az ő vagyonára, mint egy szelet kenyérre. Magyarul akkor ugyanúgy vágynak arra a milliónyi emberre, aki utálja. Ennek a milliónyi embernek az ellenszenve és utálata mérhetetlen nagy mennyiségű negatív energia, ami előbb-utóbb megbetegíti majd ennek az embernek a lelkét, és a betegségeket, és a nyavajákat ennek az embernek ugyanúgy még ebben az életében is el kell viselnie. Nyilván arról majd nem készülnek felvételek, meg nem kerül be a híradóba, hogy éppen mennyire szenved a heres érvétől, vagy a lumbágójától. Meg persze hát a csiliárdos orvosok mindent elkövetnek annak érdekében, hogy egy percig ne szenvedjem. Ugye a karmikus tartozásaidat és a betegségeidet elodázhatod, de amint át kell élned, mert én ugye hiszem, hogy lelki életet élünk, és hogy többször születünk, ebben most megint nem fog belemenni, mert sok ember van, aki nem feltétlenül hiszi Istent, de akkor csak, ha azt csak hallgassa meg, amit mondok, azt hagyja a francba, engedje el. De én nem cserélnék azzal a karmával, amit mondjuk egy Mészáros Lőrinc szenved el a jövőben, arra a karmára, amit én most, mit tudom én, barlanglakó hobóként kell tartanom, hogy majd elszenvedek. Abban a nagyon pénzhajház életben, amit a például a Mészáros Lőrinc él, egyszerűen nem marad ideje jónak lenni. Ja, persze van egy csomó ilyen kirakadt dolog, amikor ugye ő pénzt adományoz különböző kórházaknak ide-oda-oda. Hát a trilliárdból 1 milliót adni, ez körülbelül olyan, mint hogyha én a 4,60 euróból adnék neked 1 centet. Ez inkább megalázás, nem pedig adomány. Ha jó szívvel adja, köszönjük szépen. Erre csak ezt lehet mondani. De ami a leges-leges legfontosabb, most ha nem látom ezt a Facebook bejegyzést, vagy ezt a videóizét, hát én nekem eszembe nem jutna a Mészáros Lőrinc. És tulajdonképpen az összes ember, akin esetleg idegeskedhetnék, vagy irigykedhetnék rá,
tulajdonképpen mind a televízió, meg a média közvetíti felém, és ha nem nézek tévét, mint ahogy nem nézek, hát még a Facebookot használom, de majd remélem már sokáig. Szóval, ha nem találkozok ilyen tartalmakkal, egyszerűen nincs is, mint fölidegesíteni magam. És akkor most visszakanyarodok oda, mennyi az idő? 35, mindjárt vége van. Hogy amikor megveszed a televíziót, a legnagyobbat, legszebbet, legjobbat, legdrágábbat, legfaszom tudja mibet, akkor megveszed a rengeteg szorongást, idegességet, irítséget, féltékenységet, haragot, gyűlöletet, uszítást. És csomó ilyen dologgal berendezed a lakásodat, berendezed az életteredet. Egyébként van hangfalam. JBL. Eredeti. Nem ez a utánja. Nagyon jó szól. De már leszoktam arról, hogy zenét hallgassak. Szeretek zenét hallgatni, de nyomják itt minden órában egyszer a zenét. És nem akarok megteremteni a zenehallgatáshoz dolgokat, mert onnantól kezdve, hogy megszokom azt, hogy itt szól a zene állandóan, akkor nekem biztosítanom kell, hogy vagy powerbankkal rohangálok Medánóba, hogy valaki feltöltse, vagy ugye beszerzek egy napelemet, tehát egy csomó problémát tudnék generálni. Egyetlen olyan, amúgy egy elfogadás.